az, hogy mennyire tudunk bízni másokban, annak a története az egyidős velünk, mert hogy az első dolog, amit a világról megtanulunk, az tulajdonképpen az, hogy mennyire lehet bízni abba, hogy a környezetünk reagál ránk, és úgy reagál ránk, ahogy mi azt szeretnénk. A csecsemő megszületik, akkor mindenféle jelzéseket ad, és az, hogy erre milyen választ kap, az meghatározza az ő alapvető viszonyát a világhoz. Szóval jelez, és mit kap válaszul, kap-e választ, milyen arányban kap választ, abból levon egy következtetést, hogy lehet-e bízni abban, hogy a világ reagál rám, és ugye egyáltalán lehet-e bízni. És ugye ez egy ilyen alapvető kódolás, és erre fog ráépülni minden más további. Hogyha ugye már itt sérül a bizalmi képesség, akkor nagyon kemény munka ezt helyrehozni. Tehát, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy alapvetően senkiben és semmiben nem lehet megbízni, akkor ott valószínűleg sérült már egész pici korában a bizalom képessége. De aztán ugye nem itt van vége a történetnek, hanem erre épülnek rá a további tapasztalatok, akár a kisgyerekkori tapasztalatok, akkor később a kamaszkori és a felnőttkori tapasztalatok is. Viszont ez fontos, hogy itt a ráépülés az azt jelenti, hogy az alappozícióm az meg fogja határozni, hogy milyenek lesznek a tapasztalataim. Tehát gondolok itt arra, hogyha mondjuk egy kisgyereknek már csecsemőkorban sérül ez a bizalom, és ő nincs igazán bizalommal a világ felé, mert mondjuk nem nagyon reagálnak rá, hagyják sírni, nagyon sokszor azt éli meg, hogy teljesen mindegy, hogy ő mit csinál, időnként érkezik a gondozó, és időnként kap érintést, kap tiszta pelust, kap ételt, vagy ölelést, de hogy nem akkor, amikor ő ezt jelzi, hogy szüksége van rá, akkor valószínűleg megtanulja azt, hogy teljesen mindegy, hogy ő mit csinál, a világ erre nem fog reagálni. Na most akkor egy ilyen kisgyerek máshogy fog a világ felé kezdeményezni, amikor mondjuk elindul az ő kis önálló útján, amikor elkezd járni, amikor óvodás lesz, rögtön más lesz az, ahogy neki indul a világnak, hiszen, hogyha nekem az az alapvető hiedelmem van, hogy a világ reagál, akkor mondjuk óvodásként máshogy fogok közelíteni egy számomra szimpatikus kisgyerekhez, hogy barátkozzak vele, mint ha az a hiedelmem van, hogy úgyse. Ugye? Tehát, hogyha már ez sérült itt ez a bizalom, akkor valószínűleg már a másokhoz való közeledésben is ez meg fog mutatkozni, és nyilván ez meg fogja határozni a tapasztalataimat. Ugye ennek két iránya is lehet, tehát lehet az, hogy egyáltalán nem is tudok közeledni, hiszen nem bízok abban, hogy a másik fogadja, hiszen azt tanultam, hogy hát én hiába jelzek a másik ember felé, az rám nem fog reagálni. De lehet az ellenkezője is, hogy pont azt tanultam meg, hogy nagyon erőteljesen kell nekem kommunikálni, ugye? Tehát, hogyha sírok, az nem érdekli őket, de ha már lila fejjel ordítok és összehányom magam, akkor végre odajönnek. Tehát, hogyha meg ezt tanulom meg, akkor meg lehet egy ilyen nagyon erőteljes kezdeményezés, ami meg egy más irányba mozdul el. De az a lényeg, hogy emiatt, hogy már ugye az alapon más lesz a tapasztalatom is. És ez ugyanígy van a későbbi életkorokban is, tehát amikor mondjuk kamaszkorban a bimbózó szerelem időszakában, amikor már ugye nem csak barátokat, hanem szerelmi kapcsolatokat is keresünk, akkor a szerelemben is ugyanígy, tehát hogyha nekem az a hiedelmem magamról, hogy rám fog a másik reagálni, akkor valószínűleg bátrabban és kiegyensúlyozottabban fogok a másik felé kezdeményezni, és nem megyek el egyik szélsőségbe, se a bezárkózás, se a nagyon szélsőséges tolakodás vagy erőszakosság irányába. De nyilván az emberek többségénél ezek nem ilyen szélsőséges pontokon vannak, tehát mondjuk van egy alapvető bizalom, de azért árnyalódik az, hogy mennyire erős ez a bizalom, de minden esetre az, hogy mi az alappozícióm, mi az előzetes tapasztalatom, az meghatározó a továbbiakban.